Kedves nézőink, a mai weekendben színes, változatos programokat ajánlunk majd önöknek, az adást viszont rögtön egy időutazással kezdjük, vissza 80-as, 90-es évekbe. A József András Múzeumban ugyanis nyílt egy kiállítás, Kopogtat a Nyugat címmel, amely most szabaduló szobává alakult. Tehát, hogy miről is szól ez pontosan, arról Vécseiné Lakatos Bernadett múzeumpedagógussal beszélgetünk. Nagyon-nagyon sok retro tárgy, játék és mindenféle kütyű kíséretében, bár amikor ezt megpillantottam, azt gondoltam, hogy a legnagyobb retro tárgy az itt én vagyok, vagy legalábbis személy, hiszen szinte valamennyi ismerős, nem tudom, gondolom, hogy te is így vagy vele. Most nem az életkorodra célzok, sokkal inkább arra, hogy már a múzeumban megszokhattad ezt a milliót. Ugyanezek a tárgyak köszönnek vissza a kiállításban is, sok egyéb más társukkal kiegészülve, de nagyon sok ismerős dolog van itt a gyerekkoromból is. És hát a múzeum kiállításában egy nyíregyházi család szemén keresztül ugyanezeket a tárgyakat láthatják majd a látogatók, akik eljönnek hozzánk simán a kiállítást megnézni, vagy akár szabadulni is. Azt hiszem, hogy valamelyik múzeumok éjszakáján jó pár évvel ezelőtt láttunk egy ilyen lakást, gyakorlatilag egy retro lakást berendezve, mindenkiből fantasztikus emlékeket hozott elő, sokszor olyat is, amiről nem is tudtuk. Egy-egy ilyen tárgynak akár megfogása, vagy a megszimatolása tényleg visszarepít minket a múltba. Hogyan jött most ez az ötlet, hogy ismét egy ilyen kiállítással várjátok az érdeklődőket? Hát az ötletgazda, az a történész kollégám és az ő kollégái, Mohácsi Endre, illetve Kertész Fruzsina, és hát a rendszerváltásnak egyébként a 30. évfordulóját ünnepeljük az idén, és ez is valóban a múzeumok éjszakáján nyílt ez a kiállítás, tehát egy kicsit mi is visszakacsintottunk. A szabaduló szoba pedig ebből következett, hogy azért nyáron turistákkal vagyunk megtüzdelve, az iskolásokra ugye nem tudunk alapozni a múzeumi életben, most így nyári időszakban, és a nyíregyházi lakosságot, illetve az ide látogató turistákat próbáltuk ezzel megcélozni, ezzel a múzeum andragógiai foglalkozással. Na, mindjárt beszélünk a szabadulásról, de azért még itt mutatok egy pár tárgyat, mert szerintem mindenképpen nagyon izgalmasak, és akkor most felhívom itt a hangtechnikus kollégám figyelmét, hogy lehetőleg vigyázzon a potméterekre. Tehát ez nem egy új zenélő hangszer, hanem egyébként még egy ma is használatos habverő. Aztán itt az előbb látták ezt a kis cuki piros oroszlánt. Hát valóban izgalmas, ahogy ezek összeálltak. Készen van ez a kiállítás? Csak arra akartam célozni, hogy ugye most itt szerkesztő kolléganőnk, Helebrand Enikő szétnézett otthon, és ennyi mindent talált. Akár más is megteheti ezt, és esetleg kölcsön adhatja nektek, vagy már köszönjétek szépen. Ez már egy befejezett kiállítás. Készen van a kiállítás, de azért mi is még rakosgatunk egy-két dolgot bele, nem feltétlenül a kiállítás kiegészítése miatt, hanem maga a szabaduló szoba teljessége miatt, hogy segítsünk azoknak, akik erre vállalkoznak. De szívesen fogadunk retro tárgyakat a múzeumba, tehát akinek van otthon a padláson olyan tárgy, amitől megszabadulna, ne egyből a személytelepre vigye, vagy a lomtalanításba dobja ki, hanem nyugodtan hozhatja hozzánk a múzeumba, és szívesen fogadjuk. Mondjuk, ha valakinek két csattogós pillangója van, akkor egyet felajánlhat. Na, hogy néz ki ez a szabaduló szoba, és kiket vártok? Korosztályi meghatározást adtunk meg 16 éves kortól, akár 99 éves korig, de ezt jelzésképpen csak azért, hogy lássák a látogatók vagy érdeklődők, hogy inkább ez a felnőtt korosztálynak szól. Nyilván, hogyha családdal érkeznek, két gyerek, két felnőtt, ők is megtalálják maguknak a feladatokat, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy nosztalgiázzanak a szülők, és megmutathassák a gyerekeknek, hogy milyen játékokkal játszottak, vagy hogyan volt berendezve éppen a gyerekszoba annak idején, mert hát igen, megdöbbennek, amikor visszaköszön egy-egy tárgy. Se egy tablet, semmilyen kütyű nincs ebben a kiállításban. Hát kütyű van, mert hogy telefonokat azért beépítettünk a kiállításba, de ha azt mondom neked, hogy tegnap az egyik csoportnál 10 percet legalább igénybe vett, hogy a tárcsázós telefonon
tudjanak tárcsázni, aha, mert hogy hozzá vagyunk szokva a simogatós telefonhoz, és hát elszoktunk attól, hogy pörgetni kell a számokat. Beakad az ujjuk lehet, amikor a következő számot kellene tárcsázni. Tehát ez a valóságban ugye úgy néz ki, hogy bekerül ebbe a szabadulószobába akár egy csapat, akár egy család, akár egy baráti társaság, és az a feladat, hogy innen kijöjjenek, mert ahogy kívülről gondolom, igen, hogy az ajtók zárulnak. Kapnak egy alaptörténetet, még kint a folyosón, elolvashatják, tanulmányozhatják. Hagyunk egy pár pillanatot arra, pár percet arra, hogy végignézzék a kiállítást, felfedezzék, hogy milyen tér hol található, és utána a Kemény Székház titkárától indul a sztori. Már a sztori is retró nyilván. Így van, hiszen a Kemény az egy építőipari vállalat volt itt Nyíregyházán. A nyíregyházi lakosságnak nagyon sok olyan dolog fog visszaköszönni, ami már vagy nincs, vagy érintett volt esetleg abban az időszakban benne. Láthatjuk a Kossuth teret, amikor még autók szelték keresztül, vagy akár a Kródi mozi épületével is találkozhatunk, és ott nagyon érdekes lett a képkivágás, mert akár szelfizni is lehet, és olyan, mintha valóban ott állnánk a Kródi mozi előtt. Nagyon sok olyan tárgy van, amivel hajdanán találkozhatunk, és a szabaduló szobában is építettünk ezekre a tárgyakra. Minden egyes kis jel árulkodó lehet, érdemes mindenre odafigyelni. Lehet, hogy hirtelen nem áll össze a kép, de egy idő után ráéreznek az ízére a szabadulni vágyók. De csak egy praktikus tanács vagy javaslat. Gondolom, hogy azért be kell jelentkezni, mert mi van, hogyha egyszerre ott vannak százan, de hát akkor a múzeum telefonszámán, vagy akár digitális, tehát e-mailes formában is lehet jelentkezni? Múzeum telefonszámán, ami 42-315-722, ezen lehet bejelentkezni, és minden páratlan órában indul szabaduló csoport. Hétfő kivételével keddtől vasárnapig lehet erre a programra jelentkezni. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és mindezt megosztottad velünk, és hogy kedvet csináljunk a nézőknek, mutatunk pár felvételt, hogy mit láthatnak a Kopogtat a Nyugat termében a Józsa András Múzeumban. Thank you.
A múlt heti adásban bemutattuk a Kölcsey Televízió egyik új műsorát, akkor a magazin háziasszonya Tóth Marica volt a vendégünk, most pedig a két személyi edző, akikkel együtt dolgozik. Sziasztok, jó estét! Hát gondolom, hogy örültetek, hogy egy ilyen csinos fiatal hölgy felkért titeket arra, hogy együtt dolgozzatok, és hát ebből ugye egy fantasztikus műsor kerekedik itt a televízióban. Mit szóltatok hozzá? Én nagy megtiszteltetésnek vettem magam részéről, szerintem a társam is így gondolja, hogy személyesen is megjelenhetünk a tévénél, és elmondhatjuk a nekünk szögezett kérdésekre a válaszokat, és izgalmasan várjuk. Azt gondolom, hogy ha valaki elkezd ugye a saját testével dolgozni, az egy jó példa sok ember számára, és sok emberből úgy lesz személyedző akár, hogy egyszerűen a többiek megkérdezik az edzőteremben, és ellátja őket tanácsokkal. A ti esetetekben ez hogy működött? Mert ugye most már nem csak edzéssel foglalkoztok, hanem fantasztikus eredményekkel is, hiszen versenyeztek is. Hát ezt a személyedzésnek a elkezdését azért sok év súlyzós edzés, illetve konditermi mozgás előzte meg mind a kettőnknél, hogy ugye kellő tapasztalatot gyűjtsünk ahhoz, hogy másoknak is tudjunk segíteni, illetve a testépítő versenyzés is hasonlóképpen kezdődött meg. Évekig csináltuk hobbi szinten, aztán annyira megszerettük ezt a sportot, hogy szerettük volna kipróbálni magunkat versenyszinten is. Azt gondolom, hogy egy-egy műsornak az a titka, vagy az az ereje akár, hogy lehet, hogy elhangzik benne egy olyan mondat, vagy valaki lát valami olyasmit, amire eddig nem tudott koncentrálni, elkerüli a figyelmét, és aztán tényleg úgy gondolja, hogy valahogy megpróbálja. Mit igyekeztek majd ebben a műsorban átadni, illetve nektek személy szerint van-e olyan koncepciótok, amiről meg akarjátok például győzni a szerkesztőt, hogy ez mindenképpen legyen a műsor szerves része? Hát először is mi ugye ezen az egész sporttal, illetve a versenyzéssel is azt szeretnénk bemutatni, hogy dopingszermentesen mindenféle komolyabb ilyen táplálékkiegészítő nélkül is lehet szép eredményeket elérni ebben a sportban, életformában, illetve hogy a versenyzéssel bebizonyítsuk ugye a félrevezetett generációkat. Ugye itt megint csak visszatérnék a doping szerekhez, hogy sokan nem gondolják, nem hiszik, hogy alázatos munkával és kemény hozzáállással és tervszerűséggel minden szinten tulajdonképpen el lehet érni szerintem egy olyan eredményt, amire az ember és a környezete büszke lehet, és mi nekünk igazából ez a, hogyha koncepciónak nevezhetjük, hogy ötször annyi, tízszer annyi munka, de ötször annyi és tízszer annyi pozitív visszajelzés, és ötször annyi, tízszer annyi időtartamra szól ugye a tartóság és a minőség ennek az egészségi szintnek. Igen, amit az előbb Roli mondott is, hogy gyakorlatilag ezt az egészet megelőzte jó néhány év. A legtöbb ember pont az időt akarja megspórolni, és ugye azért nyúl mindenféle szerekhez, mert úgy gondolja, hogy ezzel gyakorlatilag tényleg időt spórol, és a hatékonyság pedig növekszik, holott lehet, hogy éppen az életével játszik. Hát nehéz lesz szerintetek meggyőzni a nézőket? Nyilván pozitívan álltok hozzá, de mi a tapasztalat? Mennyire fafejűek az emberek? Hát eléggé az a tapasztalat, de hogyha mi itt a saját központunkban, hogyha mondhatjuk így a Fight Clubot, ahol dolgozunk, mi ott már úgy gondolom, hogy azért letettünk annyit az asztalra, hogy így az emberek elhiggyék tényleg, hogy látnak nap mint nap minket az edzéseken, ahogy a vendégekhez hozzáállunk, kliensekhez, vagy ügyfelekhez, kinek hogy tetszik, és mindenki szerintem ott a sok év munkánk alapján már úgy hitelesnek tart minket, és szeretnénk, hogy ez a műsoron keresztül, illetve akár ezen az adáson keresztül is elmélyüljön az emberekbe. Hát letettetek valamit az asztalra, jelesül érmeket és serlegeket, meséljetek, milyen versenyeken szereztétek, és egyáltalán mit kellett csinálni ezeken a megmérettetéseken? Tehát alapvetően az a sport, amiben mi versenyzünk, az a testépítő versenysport, és azon belül is a naturál testépítés, ugye, tehát kifejezetten olyan versenyeken veszünk részt, olyan szövetségnél versenyzünk, ahol a illegális teljesítményfokozó szereknek a használatát a szövetség tiltja, illetve ellenőrzi is ezt, tehát őrvizsgálat, hazugságvizsgálat, stb. Tehát ilyen módon ez folyamatosan ellenőrizve van.
Tavaly évben volt az első versenyszezonunk, és itt az asztalon található serlegek, illetve érmek pedig az idei versenyszezon során megszerzett díjaink. Jártunk Szlovákiában egy szlovák naturálbajnokságon, jártunk a magyarországi naturál testépítőbajnokságon, illetve a versenyszezont a naturál testépítő világbajnokságon zártuk, Görögországban, Athénban. Az tök jó, még utazgattatok is, és mik a tervek a jövőre nézve? Mindketten úgy következtettük le az eredmények és a befektetett munka, meg a hosszú távú befektetett munka és energia függvényében, hogy most két évet, egy biztos, de lehet, hogy két évet kihagyunk, és addig foglalkozunk az esztétikumnak az elmélyítésével, illetve az esetleges módszereknek a változtatásával, hogy minden széles körben tudjuk továbbfejleszteni az izomzatunkat, és azt követően pedig majd nyilván folytatjuk a versenyzést, mert szeretnénk amennyire lehet elmélyülni ebbe és szakmailag a legmagasabb szintre kerülni. Hát ez nagyon sok sikert kívánok, és amit kihagytál, a Kölcsei Televízió nézőinek a lelki és testi áthangolásával is foglalkoztok majd, közben az jutott eszembe, hogy bio bodybuilderek vagytok, hiszen ugye nem használtok semmiféle káros dolgot, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és nézzünk titeket a képernyőn a folytatásban is. Kedves nézők, sportos fiúk után finom hölgyek következnek, a Móricz Zsigmond Színház színész énekesnői és a város jazz rajongói muzsikusai, ugyanis összeálltak és megalakult az Orpheum Madams formáció. Aranyországút csillogó gyémánt
Orfeumi hangulat, békebeli dallamok és olyan slágerek, amelyek nélkül nem lenne magyar színház történet, de természetesen a gypsy, swing és a bossanova stílus sem maradhat ki a repertoárból. Vendégem az Orfeum Madams formációjának két kiváló énekesnője, Dézsi Darinka és Kosik Anita, de egyébként hárman vagytok, ugye? Az az igazság. Énekesnők. Hát meséljetek arról, hogy kinek a fejéből pattant ki ez a szenzációs ötlet, hogy csináltok egy információt. Karab Zoli fejéből pattant ki, aki a gitárosunk, és arra gondolt, hogy csináljunk egy olyan formációt, ami színésznőkre épül. És szerencsére elég jól kiegészítjük egymás hangjait, van mélyebb regiszter, közép regiszter, magasabb regiszter, és más stílusokat kedvelünk mind a hárman. Úgyhogy mind a hárman kóstolgatjuk egymásnak a stílusait, és ezt pedig iparkodnak követni a zenész kollégák. Illetve van olyan számunk is, amit kifejezetten ők ajánlottak, és akkor pedig mi követjük le. Szóval tulajdonképpen mindenkinek az ízlését igyekeztünk egybe gyúrni. Van ehhez hasonló egyébként a magyar színház világban mostanság ilyen formáció? Ez egy jó kérdés. A színházi világban én nem tudok, amúgy persze van, de nyilván. De most így én nem tudok, de lehet, hogy van. Egyéniek vannak inkább, amennyire én tudom követni a zenei szférát. Úgyhogy azt láttam, triókat nem igazán. De vannak színész zenekarok is, itt-ott-amott van, ami például a Színművészeti Egyetemen alakult, és ők is úgy még tartják magukat, amennyire együtt tudnak maradni. De ilyesmire nem igazán emlékszem. Darinka, ugye ti rendszeresen duetteztek, most viszont lett ez az új formáció, ilyenkor nincs egy kicsit ilyen tudathasadásos állapot, hogy most akkor melyikben érzem jobban magam, vagy nincs. Általában az zenészek ugye több bandában is jól nyomják, úgyhogy gondolom ez is hasonló. Hogyne, teljesen más, és nagyon-nagyon ki lehet élni olyan dolgokat, amik mondjuk akár pedig nem bennem. Na, ott nem tudsz megélni. Dolgokra. Na, és akkor ezzel telt a nyár, bocsássatok meg, illetve a nyár egy része, hogy már akkor gőzerővel elkezdtetek próbálni, vagy hogy néz ki ez a gyakorlatban? Áprilisban kezdtük a próbákat, és hát összeraktuk elég gyorsan, és most 21 dalunk volt, amit a koncerten végül azért nem játszottunk mindet el, mert Anitának ugye van ez a hangszalag nem zárási probléma, de így is egy másfél órát összeraktunk ilyen kevés idő alatt, úgyhogy hát gyakorlatilag vasárnaponként próbáltunk hét embert egyeztetni, ugye? Nem is annyira, mindenki nyíregyi. Igen, nem volt egyszerű, de szuper a hangulat a zenekarban, és tényleg nagyon jó. Úgy tűnik, hogy tényleg minden, a gyertyének nem két oldalát, hanem az összes létező felületet most már fölgyűjtöttek. Így van, valamiféle lakásfelújításról is beszéltetek? Vagy ez nem ti voltatok? Szerintem nem mi voltunk, én gyerekeket táboroztattam, és ott hagytam a hangomat letétben, mert hát kamaszokkal dolgozni tulajdonképpen hajnal 3-ig, és akkor utána még az utómunkákat általában 5-ig, másnap reggel újra kezdjük a Mária Pocsi táborban vezettem a musical csoportot, ott van egy, van egy színész képző kis tábor, rettenetesen izgalmas, és a kamaszok azok mindent kipréselnek az emberből, és mindent is, adnak is nagyon sokat, de nagyon sok, tehát kimenet, bemenet nagyon sok, és eltűnt közben a hangom. Úgyhogy nekem ez van a nyárom. Pedig szükséged lesz a hangodra, mert hogy koncertre készültek ismét. Így van. Tegnap volt az első koncertünk, ugye Máté Szalkán a Dobszerda fesztiválon, és aztán 23-án lesz a Bencsvillában a koncertünk, és úgy gondoltuk, hogy ez egy misszió nekünk, hogy itt Nyíregyházán ezt a vokális jazzt kicsit így képviselni. Igen, picit a stílusról beszéljünk már, hogy mégis, vagy valamiféle olyan örökzöldeket itt hintsünk bele a kamerába, ami tényleg incsiklandozó a nézők számára. Tehát mik azok, amikre ráismernek, vannak-e olyan nagyon furcsa és különleges dallamok, amikre esetleg nem, de biztos, hogy udarászni fogják, mikor mennek hazafelé, mert hogy belopja magát a zsigereikbe is. Abszolút, erre törekedtünk. Anita viszi a francia dalokat, a zsönövő. Igen, és, Piaf lesz, hát most ezen gondolkodom, hogy 23-án, most pont tegnap beszéltük, hogy a másfél óra az
nagyon-nagyon hosszú, és hogy akkor mi legyen, mi maradjon. Nyilván ezt azért úgy kell ugye felépíteni, hogy hangilag is bírjátok, meg legyen az egész előadásnak igen, a dinamikája. Igen, újdonságot is, de azért a kényelmes vizekre is evezzünk, hogy az ember füle szokott hallamokkal, dallamokkal legyen elfoglalva, illetve mondjuk, ha például előveszünk egy operettet, akkor mondjuk megpróbáljuk áthangszerelni, hogy egy kicsit ebbe a füstösebb, lokálos világba is megállja a helyét. Például? És akkor, mondasz példát erre? Hát például, nem mondhatom el, mert ez egy meglepetés. Szóval muszáj eljönni, és akkor meg kell hallgatni, és de lesz magyar, lesz francia, lesz angol, lesz olasz is lesz, igen. Úgyhogy mindenféle. Nem mondhatom el, hogy mi a koncertanyag. Még annyit, hogy így kicsit visszacsatolni a mai korra, és mondjuk az Electric Swinget belecsempészni egy-egy ismertebb dalba, amit nem mondunk el. Igen, titokzatot. És akkor tényleg minden korosztálynak, hogy jó legyen. Próbáltok amúgy? Végül is a színházban, ott egyeztettünk a vezetéssel, és akkor megengedték, hogy amikor nincs próba, vagy amikor nem zavarjuk a hangicsálással az összes többi próbát, tehát vasárnap, akkor... Balettterembe szoktunk. Igen. Jó nagy tükrös terem, úgyhogy látjuk magunkat, mikor koreográfiákat csinálunk akkor. Hát szerintem annyira szépen érik ez a produkció, hogy lehet, hogy valamilyen nagy színpadi előadásba is... felsejlettek majd? Valami történeti szál, ami esetleg összefűzi ezeket a dolgokat, de konkrétan tegnap beszéltük pont, hogy lehet, hogy ebből lehetne, szóval rátapintottál a lényegre, hogy lehetne majd valami konkrétan egy orfeumi történetet. Igen. Felfűzni a lányok történeteit. De nincs valami. Ilyen egyébként? Hát úgy értem a nincs prózai darab. De a Chicago. Aha, hát. Szóval oké, nem egy akkorát, nem erre gondoltam. De valami kis, de még nem találtuk ki, hogy milyen történet lehetne. Nyilván szerelem lesz a központ. Annyi nagyszerű kortárs magyar író van, hogy akár esetleg meg lehet őket kínálni egy ilyen hasonló kis témával, vagy ágyúrni valami budapesti millióbe, azt gondolom, hogy ott is. Vagy akár Nyíregyházán is, szóval hogy csinálni egy lokális dolgot, vagy egy olyat, ami bárhol megállja a helyét, szóval ez egy elég jó ötlet. Aki gondolja, jelentkezzen, küldje be az ötleteit. Nos, hát lányok, azért még van egy kis idő, akár még egy kis pihenésre, és aztán indul ugye a Vidor Fesztivál. Ott egyébként nem énekeltek, vagy ott már le vannak foglalva? Tudom, hogy itt már jó előre le kell stipistopizni akár az utcán is a helyeken. Igen, nekem Vidoron művészasztalom van, ahol egyébként kortárs írókkal szövetkezünk, szóval lehet, hogy... Szépen elindítottuk ezt a szállat. Akár, bár mondjuk a marketing nem az én területem, de... De hát ki tudja. Nagyon szívesen szeretem a kultúrát, ingyen adom az ötleteket, úgyhogy csak gyertek ide, behoznánk a weekendbe, és beszélgessünk bármiről, hát ha elindul valami jó kis szár. Na, akkor még egyszer mondjuk a Bencsvillás időpontot, hogy a nézők nehogy elfelejtsék, hány órakor. És július 23-án a Bencsvillában 7:30, ugye? Igen. Mindenkit szeretettel várunk, és elvarázsolunk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Kedves nézők, ne menjenek messzire, mert folytatjuk a weekend második részével, két település városnapi program kínálatával. Maradjanak velünk.